Pécs városa tavaly vette át az UNESCO globális tanulóváros díját. Ezzel együtt vállalta a kötelességet, hogy tanulófesztiválokat szervez. Idén ezt az egyetemmel közösen a Pécsi Napok keretében tette meg. A konferencián a tanulás témakörével mélyen foglalkozó, kiváló szakértők, kutatók különböző példákon keresztül igyekeztek bemutatni, hogy mi zajlik a világban a témát illetően. Így természetesen a Pécsi Egyetem is bemutatkozott a hazai oktatók előadásain keresztül. Nagyon fontosnak tartom, hogy a PTE nemzetköziesítési programjának ez egy nagyon fontos eleme, hogy mint globális tanulóváros Pécs és annak egyeteme jól pozícionálja magát értékek, minőség mentén, és azt gondolom, hogy ez mind arról szól, hogy a tanulás eredményes legyen, tartalmas legyen, azaz, hogy többen vegyenek részt és jó teljesítménnyel tanuljanak, ez a célunk. És talán azt hiszem az egyik legfontosabb üzenet az, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha szemléletet formálunk, alakítunk, és azokat a képességeinket, szkíjeinket fejlesztjük, amivel jó közösséget tudunk, izgalmas közösséget csinálni, mivel mindenki felfedezheti a másikat. Ez az üzenet. A fesztivál programjai például a kultúrával, környezettudatossággal voltak kapcsolatosak, de kiemelt téma volt az integrációs tanulás is, tehát hogy a különböző életkorúak hogyan tanulhatnak egymástól és egymással.